Expo-n, és így el is kezdjük a mai nap első programját, ami egy harcművészeti bemutató lesz, mégpedig a Chikishin Kagaryu Kenjutsu. Nem tudom, hogy mondjuk-e milyen pár szót róla előtte, vagy pedig rögtön át is adjuk a szót a csapatnak, hogy bemutatkozhassanak. Hát csak annyit mondanék, ez a csodálatos bemutató, én már láttam itt, hogy felkészültek. Ez ilyen árnyék technikára alapul, és nem mindegy, hogy milyen fegyvert választasz. Úgyhogy nézzük meg, hogy... Átadjuk a szót a csapatnak, és akkor rögtön be is tudnak mutatkozni nektek. És el is mondják pár szóban, hogy mit fogtok látni a színpadon. Szeretettel köszöntök mindenkit! A kis csapatunk a Chikishin Kagaryu nevezetű karvívó iskolából tart egy nagyon rövid bemutatót. Délután alkalmunk lesz egy picit hosszabbat is, akkor több technikát lehet látni. Az iskolánk egy hagyományos szamuráj karvívó iskola. A vezetőnk Suzuki Kimiyoshi sensei, aki szerencsénkre Pécsen él is, így gyakran találkozunk vele, és tudunk vele együtt edzeni. Az iskolánk teljes kartechnikákat tanít, tehát hosszú kard, rövid kard és hasonló dolgokat. A gyakorlás során többféle kardot is használunk. A nagyon meghatározó szerepe volt az iskolánknak a mostani kendo kialakulásában. Az 1700-as években már az iskolán kezdte először használni a bambuszkardot és a páncélt. Persze az még nagyon más volt, mint a mostani kendo, például ha fejvédőt lekapták, azért pont járt. Egy kicsit más jellegbe ment. Most egy nagyon rövid bemutató jön, és délután szeretettel várunk minden érdeklődőt. Ezen kívül pedig ott a kis színpadnál van fönt az asztalunk. Ott van szó. Ha valakit az edzés érdekel, mikor, hol, akkor nyugodtan látogasson meg minket. Itt leszünk egész nap. Köszönöm. Thank you.
próbáljuk megmutatni a néhány száz év hagyományát, nyilván nem egyszerű a feladatunk. Addig is, ha bárki érdeklődő van, szívesen várjuk az osztalunknál. Köszönöm a figyelmet!